Sziasztok, én Bánki Beni vagyok, a Strand Fesztivál házigazdája, és a napokban azt ígértem nektek, hogy minden felmerülő kérdésre választ adok. Eljöttem ide a szervezők irodájába, körülöttem mindenki dolgozik, itt történik a varázs, itt áll össze az egész fesztivál, a térkép például már el is készült. Úgyhogy nézzük meg, hogy miket kérdeztetek. Mitől lesz Strand Cirkusz a fesztivál? Nagyon jó kérdés, hiszen ez az idei tematika, rengeteg meglepetéssel készülünk nektek. A nagy koncertek között a fővárosi nagy cirkusz jóvoltából igazi világszámok jönnek el, illetve Kisvéb Balázs bűvész trükköket mutat nektek, és vannak olyan produkciók, amiket ti magatok is kipróbálhattok, úgyhogy szerintem nagyon izgalmas dolgok jönnek. Hová, kihez fordulja, aki egy para esetén? Ha bármi kérdésetek vagy problémátok van jeggyel kapcsolatban, akkor írjatok a jegykukac@strandfestival.com e-mail címre, illetve hogyha a helyszínen merülne fel ez a probléma, akkor lesznek konténerek a bejáratnál, ahova tudtok menni és kérdezni bármit. Hol tudok biztonságosan jegyet eladni vagy venni? Mi a TicketSwap portált ajánljuk, az elég megbízható. Mikortól lehet karszalagra váltani a jegyeket és hol? Előzetes jegybeváltás nincsen, viszont 23-án már 10 órától tudtok jönni a pénztárhoz, egyébként minden nap 10 órakor nyit a pénztár. Ha van napi jegyem, akkor azzal lehet kibemenni a fesztiválon? Igen, hiszen a napi jegyet karszalagra váltjuk, és a karszalaggal szabadon közlekedhettek, kibesétálhattok. Hány napi jegy van még szombatra? Ugye az első nap, a csütörtök az már teljesen teltházas, viszont nagyon-nagyon fogynak a jegyek péntekre és szombatra is, érdemes még most beszerezni őket. Hogy néz ki ez a nulladik nap, mit akar pontosan? Én ajánlom, hogy aznap is jöjjetek, szerintem egy nagyon izgalmas nyitónap lesz, ilyenkor a vízpartot nyitjuk meg, a Gorgon City-vel, City Matinével, és még sorolhatnám, és elég jó áron tudtok jegyeket venni, akár napi jegyet, akár bérlet upgrade-et erre a napra, úgyhogy gyertek el. A teljes strandélménybe ez is beletartozik. Hogy vannak a korhatárok? 10 év alatt elég kedvezményesen tudtok bejönni, hiszen csak egy rajzzal kell fizetni a bejutásért. A három kisfiam jönne velem a fesztiválra, bejöhet-e mind a három velem, vagy maximalizálva van, hogy egy felnőttel hány kiskorú mehet be? Igen, viszont három kisfiad még bejöhet, mert 5-nél húztuk meg a határt, és a gyermek karszalag viselése kötelező a felnőtt telefonszámával, ez még fontos. Lesz-e csomagmegőrző? Hol lesz? Meddig lesz nyitva? Mennyibe kerül? Úgy tudom, hogy kettő is lesz, az egyik a strand bejáratánál, a másik a kempingben, ha jól mondom, és a kempingeseknek ingyen van ennek a használata. Azt hiszem, ez egész nap működik, tehát 0-tól 24-ig be tudjátok rakni, a GLS gondoskodik róla, és vigyáznak a cuccaitokra. Lesz-e kerékpártároló? Hol lesz, meddig lesz nyitva, mennyibe kerül. Igen, ez egy kerékpár tároló lesz, tehát nem kifejezetten egy megőrző, viszont a használata az teljesen ingyenes, és erre a 13 órától hajnali 4-ig idősáv vonatkozik. Lesz-e wifi a fesztiválon? Wifi nem, viszont szuper lesz a térerő. Lehet-e házasodni a fesztiválon? Házasodni sajnos nem, viszont a fesztivál szerelmeket, azokat maximálisan támogatjuk. Hogyan fog működni a repohárrendszer, vissza lehet-e váltani? Én például mindig megtartom, szerintem ezek tök jó emlékek, de van lehetőség természetesen a visszaváltásra. Mit tud a Strand App, és miért fontos, hogy engedélyezzük a push üzeneteket? A Strand Appon belül egyrészt látjátok a teljes programot, az összes fellépőt, tudtok is kedvencelni, hogy kik azok, akik a legjobban érdekelnek titeket. És hogyha bekapcsoljátok a push üzeneteket, akkor a legfrissebb infókat is megkapjátok, hogyha valami programváltozás van, valami meglepetés, szóval kifejezetten ajánlom. Nincs kocsink, hogyan jutunk el a strandra? Rengeteg lehetőség van, az Oscar telekocsitól kezdve, a MÁV vonatokon keresztül, a Bahart kompjáig, úgyhogy attól függ, hogy mennyi kalandvágy van bennetek, és mit szeretnétek választani. Szerintem ezt meg lehet oldani elég könnyen. Az országbérlettel is lehet utazni a MÁV strandjárattal? Természetesen. Hol lehet parkolni? Hát Zamárdin belül egyébként rengeteg helyen, viszont a fesztiválnak van egy dedikált parkolója, a Szent István úti ingyenes parkoló. A nulladik napon már be tudok költözni a kempingbe? Igen, de csak abban az esetben, hogyha van érvényes jegyed a fesztiválra is, tehát hogyha van egy kemping jegyed, ami egy adott napra szól, attól még kell egy fesztiváljegy is arra a napra, úgy érvényes csak a kettő együtt.
Lesz-e áram a kempingben? Áram nincsen, viszont lesznek telefontöltő pontok a fesztiválon, úgyhogy emiatt nem kell aggódni, de hogyha mégis biztosra mennétek, akkor azért ajánlok egy powerbanket, egy külső aksit, az mindig segít. Térképet rakunk-e ki? Igen, ezt már posztoltuk. Most nem tudom, hogy pontosan hol elérhető, de nézzétek meg a strand oldalát, közösségi felületeit, valahol biztos megtaláljátok. Készpénzzel is, kártyával is lehet-e fizetni? Készpénzzel nem, teljesen kártyások vagyunk, illetve van ugye a FestiPay rendszer, szóval rajtatok múlik, hogy melyiket választjátok. Lesz-e új strand merch? Igen, itt is vannak a tervek, szóval ilyen pólókat tudtok majd vásárolni a fesztiválon, de aki egy kicsit színesebbet szeretne, annak van ez a minta, illetve ez az új strandlogós a hátán a line-uppal. Ki az az Ábel? Remek kérdés, mi is szeretnénk tudni, hogyha ha ti tudjátok, akkor áruljátok el kommentben. Ugye jövőre is lesz. A város szerencsére nagyon szereti a fesztivált, úgyhogy már megállapodtunk, rajtunk nem fog múlni. Lehet-e kutyát behozni a területre? Vakvezető és segítő kutyát lehet behozni oltási igazolással, viszont hogy elhozzátok a házi állatotokat, azt nem ajánljuk, mert egyrészt nagyon nagy hangzavar lesz, nagy meleg, és az lehet, hogy nem tenne olyan jót nekik. Lesz-e mászófal, óriáskerék, bungee jumping, vagy valami hasonlóan extrém cucc? Igen, lesz bungee jumping katapult, egy kicsit csalok, óriáskerék dodge jam, illetve egy nagyon-nagyon különleges dolog, egy 25 méter magas torony, amit strandcsúszdának neveztünk el, és azon lehet lesiklani a közönség feje felett. Lehet, hogy én is kipróbálom. Lehet a fesztiválon cigit venni? Igen, van dohánybolt, de azért mi az egészséges életmódot ajánljuk. Mire lesz jó a fesztiválon a strandklub? Ez egy remek kérdés. Egyre több mindenre jó, egyre több lehetőséget biztosítunk a strandklub tagoknak. Ebben most egyet emelnék ki, például a kemping területére 2 órával hamarabb tudtok bemenni, és a legjobb helyeket el tudjátok foglalni, hogyha klubtagok vagytok. Szerintetek a csütörtöki napon kivitelezhető lesz-e odaérni minden koncertre? Gondolok itt Azira, Krúbira, Hoffira és Jude Law-ra. Igen, szerintem ez tök jól megoldható, mert idén úgy kell elképzelni a fesztivált, mint egy óriási klubot. A színpadok elég közel vannak egymáshoz, tehát a MOL nagy színpad és a Fudora nagy színpad az tök közel helyezkedik el. Tehát ha 2 koncert között akartok mozogni, akkor ez simán megoldható. Szerintem minden betervezhető egy napban azán. Valmarral és Tidenivel lesznek-e valahol interjúk? Igen, erre lesz egy külön Clubhouse, az MBH Bank és a Post4Rent jó voltából. Ott egy csomó hírességgel, influencerrel tudtok találkozni. Szóval izgi lesz. Mennyi ételt, italt vihetek be a fesztiválra? Alkoholos italt, azt nem vihetsz be, viszont fél liternél húztuk meg a határt, tehát a fél liter mennyiségben tudtok vizet vagy üdítőt magatokkal hozni. Élelmiszerből meg mértékkel, tehát hogyha 1-2 szendvicset behoznátok, az teljesen okés, de annyi kaja lehetőség lesz a fesztiválon, hogy szerintem emiatt nem kell aggódni. Lesz-e ivókút, tudunk-e majd vizet újra tölteni? Ivókút nincs külön, viszont van mosdó, ahol van csap, úgyhogy ez is valami, amin szerintem nem kell majd parázni. Mennyibe kerül az étel a strandon? Idén a Street Kitchen ajánlásával állítottuk össze az ételek sorát, és szerintem elég teljes lesz a kínálat, tehát a pulled porktól kezdve a hamburgeren át, pizzériáig, rengeteg lehetőségetek van enni, sőt, vega-vegán opciókkal is készültünk nektek, illetve minden food truckot köteleztünk arra, hogy legyen egy olyan kajájuk, amit 2500 forintért vagy még olcsóban adnak, úgyhogy kaja miatt nem kell aggódni, lesz minden. Nagyon szépen köszi, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha bármi bennetek maradt még, akkor az info@strandfestival.com címre írjatok. Egyébként még fogunk a helyszínről jelentkezni, figyeljétek a social felületeinket, ott találkozunk és nagyon várunk titeket.